Folytassuk akkor a menetelésünket. Nagyon-nagyon beszarás, tehát ez kurva jól le van fordítva egyelőre. Mi a szar? Keresd meg Lothgokot, a goblint. Vegyél részt a vadállatok órán. Tudd meg, mit akar Gladwin Moon. Azt sem tudom, mondjuk ki az a Gladwin Moon, baszki. A keresztes pálcák klubja rendszeresen találkozik az óratoronyban. Lucan Rattleby Blit. Ott kell megtalálnom. Nem tudom, hogy kell mondani a nevét egyébként, tehát még angol felirattal sem tudnám, úgyhogy tök mindegy. Tehát most nyilván ezeket a nevezéseket, vagy neveket, címeket majd össze kell legózni, gyanítom. Tehát a keresztes pálcák klubja az nem Tobi, az a harcosok klubja akar lenni, amit ő vezet? Amit ő, ez a Lucan vezet. Ez biztos, hogy az lesz az, szerintem. De majd ezeket semmiféle nehézséggel szerintem le fogjuk tudni fordítani. Be kell mennem a Beasts órára, amit Hovén professzor tanít. Ez mi? Ez kurva jó. Gladwin Moon, a Roxford gondoka, szeretne velem beszélni valamiről. A fogadó csarnok közelében kell megtalálnom. Mi? Menj már! És ez fogja konkrétan nekünk az Alohomora. Azt fogja nekünk kinyitni majd mindig az ajtókat, ez a képesség. Úgyhogy első körben ide megyünk, mert konkrétan annyi helyre mentünk már, ahol lezárt ajtó volt, hogy az őrület. Úgyhogy menjünk ide, és tanuljuk meg ezt az Alohomorát. Húrva jól néz ez ki, te jó Isten! Mi a tököm ez a DeepL? Ez valami hiperintelligens rendszerprogram? Ez mi? Hát én simán el lehetne fordítani millió játékot. Most nem tudom, hogy hol van valami olvasnivaló. Megnövel tárolóhely a felszerelés számára. Hát ez... Mi a fene? Most valami rossz vicc. Vagy bagolyposta. Bagolypostát nézzük meg. Meg kell tanulnod a depúzót, az előző bűvájt. Hasznos tárgyak vagy ellenfenek ellökésére. Teljesítsd a szükséges feladatokat és találkozzunk az osztályteremben. Hát ez mi? Nem akar, ugye nem reagálom túl. Ez tényleg nagyon jól néz ki. Vagy csak most én vagyok egyszerűen részeg? Végezzel a feladatokat, amiket adtam neked, majd találkozzunk az osztályteremben, hogy megtanuljuk a Diffindót, az elszakító bűvájt. Általában egy tárgy elvágására használják, de szükség esetén erős fegyver is lehet. Hát ez zseni. Ez zseni. Tehát annyira gyönyörűen összefüggő mondatokkal el tudja mondani, hogy mi van, hogy elképesztő. Hát én nem gondoltam, hogy ennyire nem rossz. Hát hogy a nem rossz alatt ezt értetted, Roli. Ezt nagyon nem gondoltam volna. Jó, azért egy küldetést csináljuk meg, és akkor a magyar felirat tesztet kitörlöm a címből, és akkor lehet, hogy valami parancsot létrehozok ennek gyorsan, és akkor valakinek kell a link, akkor... Vagy ha valakinek már most kell a link, akkor gyors bedobom a chatet, most itt van nekem előkészítve, úgyhogy... Ha valakinek sorsba kell, használjátok, fogyasszátok egészséggel, és a többi. És a többi. Ez kurva jó. Jenny, na jó, úristen. Ide megyünk, ugye? Alohomora. Hihetetlen, hogy nekünk az, hogy ilyeneknek örülni kell már konkrétan. Édes jó Istenem. Hát, hölgyeim és uraim, akkor menjünk órára. Hát ezt tudom, Antal. Tudom. És hát nem, hogy tudom, tudjuk. Na jó, nem mindenki persze, gyanítom, de... Na. Amúgy azt sem tudom most így hirtelen, hogy hol tartunk. Hogy... Az, ja igen, az első próbát kiálltuk. És ahhoz, hogy összeálljon a nagyon nagy rejtvény, ahhoz még legalább kettő próbát ki kell állni. Hát szerény vélemény szerint aztán lehet, hogy még ötöt. Hihetetlen jó logikai feladványok voltak. Remélhetőleg ez majd a jövőben azért nehezebb is lesz. Úgyhogy ennyi. Amúgy volt patch a játékhoz, talán valamivel jobban fut, fene tudja, nem tudom, nem érdekel. Várjál csak.
Lehet, hogy nekem felülírta a beállításaimat? Nem. Oké. Oké. Hát amúgy nekem már kellene egy Windows teljes formázás. Gyerekek, ez a legendás, Itt volt az talán, hogy Dumbledore kirohant? Még a filmbe? Kirohant, itt voltak talán valahol Harryék? Kirohant Dumbledore, és itt vitatkozott a rózsaszín babával. Barbie babával. Az idős Barbie babával. Hogy elküldte az anyjába itt, Dumbledore, ugye? Itt rohant ki bizony. Úristen. Hát ez így durva. Ez így kemény. Jó. Van elég öreg Windows van most már nekem a gépemen is. Ezt már megtanultam, hogy bizonyos időközönként érdemes igencsak tenni egy teljes Windows újra telepítés, mert egyszerűen ezek is okozhatnak ilyen mikrolaggokat. Na, mi van? Ja, hogy nekünk... Aha! Hát de professzor! De amúgy te ki vagy? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Egyébként már megvolt az első évszakváltás. Ősz van. Úgyhogy gyanítom, hogy a következő az tél lesz. Tehát ő vele még a legelején találkoztunk, amikor volt a balhé a faluba. Hogy ezeket mostantól már lehet gyűjteni. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing at the castle. Működik ez minden, hogy elgódja miatt. Around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. Akio, a demiguise? Yes, terrifying creature in the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad. Mindjárt mehetünk, jó, csak ezt a rejtvényt megoldom gyorsan. Pillanatodat. Várjál egy pillanatra már. Revelio. Várjál, tehát itt van egy. Use the boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion. De itt valahol van még egy. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues. Lehet, hogy emögött van. That is why. Csak ezt nem tudjuk kinyitni? Vagy túl gondolom megint? Why me? Hol a másik? Ott van lent! Jó, akkor ezt hagyjuk. A Gringotta Bank. Én úgy emlékszem. Nem emlékszem erre a fickóra egyébként. Revelio. Vele mikor találkoztunk? Hát
Elvileg a faluba, mikor volt a nagy troll támadás. Hát ez nagyon az elején volt. Így emlékszel rá, Proxy? Hát örülök, örülök neki, hogy legalább te figyelsz. Amár én nem. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Menj már! Zseniálisan jól le van fordítva. Zseniálisan. Hát persze, hogy segítünk, baszki, megtanulunk egy óriási bűbájt. Oh, I count on you. Mi a fele? First, you know how to cast a disillusionment charm. Csalódási bűbájt. You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. Alohomora. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Azt a büdös életbe. Húhú, Alohomora! Alohomora. Hihetetlen. Micsoda? Mi? Jó. Aha, oké. Okay. Hát addig kell forgatni lényegében a kereket, amikor már magától forog. Remember, use a disillusionment charm, so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle. Lezárt területre osolunk be, kérem szépen. Revelio. Ott is van egy zár. Nagyon komoly. Hello, Amora. Ja, oké, van ennek egy technikája, kezdek ráérezni. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Ezt senki nem fogja észrevenni vajon? Hogy ez a lakat az már nincs ott a helyén? Vagy lehet, amikor észreveszik, akkor már mindegy. Hagyjuk. Azért ennyire ne legyünk telhetetlenek.
Ezeket azért nem nagyon kéne már. Ez már nem a mi ügyünk. Itt még van valami? Nincs. Mehetünk. A kórházi szárny és a holdhoz. Valami hold. Hold kell. Fürdőszobából. Revelio. Jó van. Most... Azért ezeket a leveleket én sose szerettem elolvasgatni. Azért ezek már az extra fanoknak van. Második szintű zár. Aha! Azért kell gyűjteni a holdakat, hogy konkrétan... Tehát azzal fogjuk fejleszteni majd a zárfeltörőnket, baszki! Értem! Most már akkor azt is tudjuk, hogy ez... Egyrészt, hogy a hold hogyan működik, másrészt pedig azt is tudjuk, hogy... Jó, hát ezt eddig is tudtuk. Másrészt pedig azt is tudjuk, hogy hogyan lehet fejleszteni a... Ó, itt is egy logikai feladvány. Nagyon jó. Ez már a második szintű feladvány. Geniális. Aloha, Mora. Baszki, olyan titkokat meg lehet itt tudni amúgy, hogy... És hát gyanítom. Aver, te nem akarsz elmenni innen a jó édes... Megoldjuk. Ez a kihívás benne. Ez a kihívás. De mondjuk azt ő kéne valahogy fedezni. Ennyi, és már megy is oda. Oké. Okay. Elég egyszerű. Na várjál, tehát azt mondja, hogy 5. Jaj, már jössz is. Ne gyere. Hát, tehát 5. Akkor a pók az hol van? Azt mondja, hogy... Az 8, ugye? Vagy hogyan? 0, 1, 3, 4, 5... 8. Mi? Tehát 8 meg 5, 12, akkor így. Ez nem jó? Várjál, elfelejtette, hogyan kezd megcsinálni? Hát az a lényeg, hogy 1, 0, 1, tehát akkor 1 szarvú. De nincsen 1 szarvú, paszki! Nem jó, állj meg! Kurvára nem jó, 0! De jó, igen, 0, nem, 8 meg 5 az 13, elnézést kérek! Matematika! Úgy, de vala matekból megbuktál, rá se nézek a csetres kacok, ismernek már benneteket, mint a rossz pénzt. Tudom, megbuktam, meg izé, meg így, meg úgy, meg jaj. Béna vagyok, úristen, 8 meg 5, az mióta 12? Hogy jött ez ki, Bala, úristen, nagyon gáz vagy. Kikövettelek? Úristen. Tudom, ugye? Így van. Jaj, skacok, nem tudtok újat mutatni már nekem, látjátok? Tudtam én. 3 meg 2 az 5, tehát akkor lényegében 9. Tehát az a sok...
Ma 50 éve, 1973-ban rendezték a világbajnokság második versenyét Brazíliában. A versenyt Emerson Fittipaldi nyerte Jackie Stewart és Danny Hulme előtt, akik így Ford motorokkal kisajátították a dobogót, egyedüliként körhátrány nélkül. 22 nap maradt a lámpák kialvásáig. Ádám! Szervusz, legnagyobb tisztelettel köszönöm neked a támogatást. Köszönöm. Általános ez megvan, igen. Matematika óra helye csajozni, mert mentem, jártam. Jó van, ne haragudjatok, hát nézd oda. Nem akartalak benneteket ennyire megborítani most így ezzel a kirohanásommal, nem ez volt a célom. Na hát most sikerült lebuktatnom magam, hogy nagyon rossz voltam matekból. Jó, még a reggeli lámpaláz rajtam van, hát most, ja Istenem. Hihetetlen. Revelio. Revelio. Várjál már! Ott olyan emberek vannak, akik nekem ki. Revelio. Yes, well. You say that every year. Ja, gyerekek, oda hogyan fogunk bemenni te? Ja, ennyi. Agresszívan kell. Ez a meta. Jó van, elnézést. Akkor majd legközelebb. Menjünk most följebb, és följebb, és följebb. Istenem. Mindig olyan varázslat kell, baszki, ami rohadtul nincsen berakva. A kastélyba... A kastélyra majd külön kell egy ilyen varázs slot. Uha, gyorsan! Bassza meg. Majdnem. Revelio. Majdnem óriási tragédia lett. This must be the prefect's bathroom. Gyorsan. Legalább egy 30 órát bele lehet tenni, Dragon. Szervusz. Legalább. Hát figyelj, elég király atmoszféra van. Hogy ezt a ládát is így lehet. Ja, így van, Lion Slayer. Pontosan. Revelio. Ennyi. Nagyon rendben. Na, mondom, hát, ha ez egy kicsikét eltereli őket, de nem. Riporto Charlie! Büdös életben! A tegnapi nap folyamán először ment pályára az új RB19, nem túl jó minőségű képet csináltak róla. Ezek alapján úgy tűnik, hogy ARC 19 nanoevőkanál nagyobb borkúpja és magasabb belső szárnya van. Sadbe beküldöm a linket. Köszönöm szépen, Ádám. Köszönöm. Ugye, ahogy lehet, megnézem. Ami valószínű este lesz. De megnézem. Ez mindig bejön. Ez nekünk kell. Kösz. Gyorsan innen. Gyorsan. Bazd meg. Ez a gyengékedő. Ez ennyire magasban volt mindig a filmben is. Tényleg? Hát én azt hittem, hogy az mindig ott lent van. Bármint, hogy földszint. Úgy... Hát így Roxforti viszonylatban főcím. Jaj! Kicsit lehet, hogy túltoltam.
Elég agresszív voltam most. Ez a Garlic professzor. Revelio. Ja, hogy ők most ennyire figyelnek rám. Bassza meg. Nem már. Gyerekek. Akkor ezt most lehet, hogy elrontottam? Aha. Jó, csak várni kellett egy picikét. Ürelem, rózsát terem. Bement oda a szobába. Pass meg! Megtelt a felszerelési hely. Kurva életbe. Jó, végeztünk, ugye? Oké. Okay. Most menjünk vissza. De lehet, hogy vissza lehet-e teleportálni? Ó, baszki, most ezeket végig kísérgetni kell most. Ó. Jó van, ráérünk. Nem kell rohanni. Sehova. Aha, de hogy most ők még bevágoltak ide. Geniális. Köszi Ádám, közben elmentettem a linket. Show yourself. Now. Ne, banya, ne csináld! Légy szíves! Lehet, hogy mégiscsak hopponálni kéne. Perhaps no one is here now, but I'd wager someone was. Hogy tudta? Öcsém! De nem baj, legalább pecseltük. Oké. Okay. Meg lehet nyugodni. Nem gyullad meg az innen? Hülye korlát. Revelio. Mindegy, addig ezt nincs suki. Hát, akkor majd legközelebb. Még egyen lejjebb, ugye? Kettes szintű. Lejjebb? Ott, ott, arra, ja, arra ki, persze. A kis térkép az gyönyörűen mutatja már, persze. Fel kéne ébrednem. Jaj, na. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked Hello. Me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Hát ha lesz rá időm, akkor segítek. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. Ja. I can't promise ennyi. Anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment. When necessary. Feliratot belerakom a címbe mindjárt normál. Most teszteljük az a helyzet mégis. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Nagy csibész ez. Look, you have your work cut out for you.
if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Jó, hogy téged itt párszor elkaptak, Roli? Hát figyelj. Zsíros Ferenc vagyok. Zsíros Ferenc. Istenem. Kacok, akkor szerintetek jó ez a felirat? Maradjon így? Érdemes szavazni? Hát elég egyértelmű, hogy itt most ez működik, ez kurva jó. Gyorsan leveszem a címből ezt a tesztelős dolgot, és akkor... Annyi, hogy kell létrehozok neki egy parancsot. Nem gondoltam volna, hogy jó lesz. Ó, bassza meg neki. Vagy akkor lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy... Hogy... Rögzítem az üzenetet lényegében. Akkor lényeg, innentől kezdve, akinek ez kelleni fog, tehát ez egy nagyon-nagyon látványos helyen lesz, tehát a chat leges legtetején a magyar felirat, azt el lehet tüntetni, hogyha neked nem kell. Elvileg. És ennyi. Magyar felirat, és ott a link, le lehet tölteni, ez működik minden verzión, és ennyi. Nem kell beírkálni semmit a chatre így, legalább, meg nekem is most ez így egyszerű volt, úgyhogy összekötöttem a kellemest a hasznossal. Ennyi. Ez így pedig. Have you found any more of those ghastly demigod statues? Ja, oké, meg vagyunk. Oké. Rendben van. Honnan tudom amúgy, hogy ez az Alohomora, ez hány a szintű nálam jelenleg? Ez bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis... Átmásolás volt. Hát ott a TXT-ben egyébként le van írva minden. Jó játékot, Bala. Elhúz ZT-ny, nagyon szépen köszi az 5. hónapot. Köszönöm szépen. Üdös nagy tapsolat kívánok neked, köszi. Kacok, hogyan tovább? Tehát most igazából mehetünk párbenre. Nem tudom, mennyi pénzünk van egyáltalán, tehát érdemes-e most itt ezzel szöszölni. 1106... Ja igen, múltkor azt ígértem, hogy megnézzük a gíreket, mert... Az a lényeg, megcsináltuk az első nagyon nagy próbát. És fel kéne menni lényegében a szükségszobájába. Ott van egy-két tárgy, amit meg kéne vizsgálnunk. Várjál, titkos szoba. Szükség szobája. Igen, üríteni kellene, így van, igen, igen. Nagyon jó, Róka. Nagyon jó. Igyekszel, látom. Ne csináld. Jajaj. Hújúj. Hújúj. Ez marad is. Tehát ez a kinézet, ez így vadállat. És akkor még lényegében a koboldok, tehát hát jól mondom, koboldok ellen az koboldok ellen kisebb sebzést fogunk majd elszenvedni. Ennyi, és itt majd mindent el lehet adni lényegében. Na nézzük tovább. Van-e olyan tárgy, ami jobb a mostaninál? Baszki, menj már. És ezekbe a legendás kalapokba, vagy felszerelésekbe hogyan lehet tenni? Valami gemet kell ebbe tenni, nem? Vagy... Hát egy más játékból kiindulva, biztos valami ilyesmi. Én azt mondom, hogy inkább tartsuk meg a legendás kalapot. Használjuk azt. Megnövet ősi mágia mérő töltöttségi arány.
Köpeny. Oké. Átállítjuk erre. Melyiket használtuk itt? Ja, őt, jó. Hát jól nézünk ki. Meg elég erősek is vagyunk. Nem tudom, hogy most mi van itthon. Itthon. Egy szobájába? De hát végül is ez az otthonunk. Szerintem erre nyugodtan lehet így tekinteni. Jó utca. Ok. Köszi, Gyufa. Ügyes vagy nagyon. Szia Milán. Szia TNC. Hát nem tudom. Menjünk innen a francba, adjunk el mindent talán, nem? Ja, menjünk eladni. Ennyi. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? Hát nagyon sok cuccot hoztam neked, jó? Tehát gazdaggá foglak tenni most. Úgyhogy cserébe adjál kedvezményt, jó? Légy szíves. Tehát mindig hozzád jöttem eddig eladni a cuccaimat. Légy szíves, valami kedvezményt adjál, basszus, mert... Nagyon-nagyon le vagyok gatyásodnak. Múltkor is egy csomó dolgot eladtam neked, megvettem is. Úgyhogy valamit most már tényleg azért úgy viszonozhatnál a rengeteg gesztusomból. Hát nem azért, mert hogy ez most kötelező vagy valami, csak azért légy szíves. Ilyenkor szedd össze magad. Vagy hát ha javasolhatom ő feleségének természetesen. Na, hát megdupláztuk a pénzünket. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Mennydörgés főzetének receptje. Mennydörgés. Micsoda szavak, uram, atyám. Na várjatok csak. Ezt a 2400 aranyunkat valamire el kéne költeni, nem? Valami olyan dologra kéne elkölteni, valamivel bele kell fektetni a pénzt, az a lényeg. Hogy a pénz ne csak álljon nálunk, az sose jó, hogyha a pénz áll, azt pörgetni kell. Ha már van. Ha nincs, akkor meg nincs mit pörgetni. Az gáz, mondjuk. Az elég gáz, ja. Ez az állomás rendszeresen termel növényi mellékterméket. Tehát ez az, amiről beszélt egy UFO, hogy ez folyamatosan véletlenszerű növényeket gyárt le nekünk. Nem ez az. Na most, amit mi már korábban megvettünk, azt ugye többet nem tudom megvenni. Ez trágyát csinál? Ez nem csinál trágyát, ez csinál trágyát. Ez. Én erről beszéltem, Chopping Station. Mi a Blankoz? Szia Tocsi. Jó, még akkor fejlődünk el, hogy fejlesszük a cuccokat, oké. Okay. Vettem. 104. Tehát nekünk otthon közepes méretű ültetőnk van, ugye? Ez a nagy. Nekünk nagy kéne? Egy nagy cseréppel. Hát most... Én úgy vagyok vele, hogy ha már veszünk, akkor vegyünk olyat, ami úgy... Atya úristenes.
olyan van, ami követ csinál. Hát itt olyan nincsen. Ja de. Bassza meg. Menj már! Itt van. Pótkövet állít össze. Tehát ki tudja miből. Csak úgy ingyen nem hiszem, hogy ez járt nekünk. Hát igen, tehát kellene lényegében ez a nagy cserepes virágtartó, meg kellene az anyagfinomító, meg a chopping station, ami úgy dobálja le nekünk a dolgokat, az úgy véletlenszerűen. Vagyis hát az én elméletem szerint. Kurvára nincs pénzünk, gyerekek. Jó van, menjünk, akkor kirabolunk egy-két dolgot. Vagy. Vagy. Vannak itt zárak. Vannak itt zárak, de az a helyzet, hogy ezeket csak úgy nem lehet ám kinyitogatni. Baszki. Mind now, Demi guys. Mind kettes szintű zárak ám. Ne már. Nincs nálunk esetleg. De van nálunk. Akkor esetleg ezt nem lehetne levinni? A Gladwinhez? Ez biztos, hogy nagyon fontos. Ja, megkeressük. Az itt is van. Ennyi, menjünk hozzá. Tehát ha hármas szintet legalább érjük el, mert rengeteg kettes és hármas szintű ajtóval találkoztam már, rengeteggel. Tehát ez nagyon fontos. Ez nem biztos. Mert ki tudja, hogy ide mikor fog hozni majd bennünket ismét a játék. Tehát ennél majd csak följebb fogunk menni szerintem, minimum. Még teleportálni is lehetett volna. Na mindegy. Még akkor még nem sok mindent látunk a világból. Semmiből csinál követ? Jó, az ennyi minden, ne árulj egy ufa. Végén le kell bannoljalak. Nem szeretélek. Túl sok mindent tudsz. Bassza meg, itt tudom én most merre kell menni. Arra be? Hát nem tudom. Akio! Ide menjünk erre. Igazából hamar oda fogunk találni szerintem. Hát itt még sose voltunk. Felfedeztünk egy teleport kaput. Szia, Máté! Menj már! Láthatatlan a kis útjó! How offensive! Azta! Na! Hello, Mr. Gladwinke! Oh, greetings! Any luck removing some more of those demigod statues? I actually have some moves. Hát egy darab volt, hát most húha! Oh, thank you! The fewer of these statues I see, the better. De lehet, hogy tényleg meg kellett volna vásárolnunk azt a holdjártó gépezetet. Hát most baszki. I'll keep an eye out for more demigod statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor. Kéne még szerintem. Especially since they can only be kéne. Jó legyen akkor ez így, na. Kurva életbe! Jufa lecsalta nekünk a játékot. Őt kell hibáztatni. Francba. Ide kell jönni. Oda teleportál.
Csak elküldjük a pénzünket. Hát azért van. Azért van. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Jó, hogy lehet teleportálni. Ha nem lehet teleportálni, biztos nem jöttem volna ide vissza. Hát az biztos. Vagy maximum szentségelve jöttem volna ide ismét. Just let me know if there's something in particular. Várjál! Jó helyen vagyok? Jó helyen vagyok. Melyiket beszéltük? Öt. Nothing like finding just the right thing, is there? De ha nem fog működni! Mi az, hogy Úristen? Aaaaaaah! Gyufa! Nagyon megverlek! Ha hülye vagy? Ha basz meg, nem erről volt szó! Istenem! Utállak! Utállak! Nagyon utállak! Kurva életbe mekkorát csalódtam most benned! Atya úristen, átvertél! Vége köztünk mindennek! Hogy átvert? És akkor hol van most ez a szarkupac itt most? Mondjál valamit legalább ilyenkor, gyufa, menj a menthetőt! Még van rá lehetőséged! Hát a holdkő az amúgy, igen, miért is gondoltam, hogy a Moonstone az nem a holdkő. Istenem! Istenem! Megverlek. Nagyon meg foglak verni. Ez kell akkor nekünk lényegében. Úristen! Úristen! Jufa, nagyon csalódtam most benned, de tényleg, nagyon nagyot. De most könyörög meg, kérlek, tehát a holdkörről volt szó, és bazd meg! Tehát mi a francnak kellett neked ezt mondani? Minek mondtad ezt? Ezt mondd meg nekem! Hogy jött ide ez a Moonstone, és nem az a, ami kell az Alohomorához? Miért kellett megzavarnod? Hát valamiért arra mind a kettő lényegében hold. Nem hold, csak ez hold kő, az meg hold, mit tudom én mi. Moon, itt moonozunk mindenről. És akkor megkavarja, hogy hold kő az. Ahogy, és még én vagyok a hülye. Hát persze, ki más. Tudom, rendben van, semmi baj. Bazilikáztunk most egy csomó pénzt. Semmi baj, gyufa. Most adok neked egy perces teót. Gondolkodjál el szépen az életeden. Most nagyon magadra haragítottál. 86 másodperceset, ne haragudj meg, átvertenek. De még így is sokkal jobban jártál, mint én. Egyébként ez sem árt nekünk, tehát ez is jó fog jönni. Csak nem ebben a sorrendben kellett volna ezeket megvásárolni. És ne aggódjatok, nem várjuk meg ezt a 9 percet. Hanem ennél sokkal többet fogunk várni itt. Nem megyünk tovább. Istenem! Na most engem az baromian érdekelne. Tehát, hogy ezek hol lehetnek, ezek a gömbök? Vajon? Ezek a gömbök hol lehetnek? És vajon éjszaka van most egyáltalán? Tehát 8-at kellene megtalálni ebből, skacok. 8-at! Az kurva sok! Moon a gondok, a Moonstone az a holdkő. Igen. Igen, viszont akkor most figyelj, mutatok valamit. Ja, de nem tudom megmutatni, mert nincs nálunk olyan. Revelio! És kacok, azért ilyenkor valaki legalább védjen meg, jó? Hát nehogy már itt nekem gyufának az oldalát fogjátok, mikor ő vert át engem. Ő megkavart. Jó, nem vert át, de átvert.
Átver. Direkt megzavart. Ez egyértelmű. Fejezd le! Na miért nem működik? És amúgy meg nincsen nappal. Éjszaka. Hú, mekkorát csalódtam ebbe az emberbe. Aloha Mora. Hello. Revelio. Egy láda. Kettő láda. Levél, ami nem érdekel. És láda. Aloha more. Ezeket a leveleket csak azért veszem föl, hogy legyen meg, mert sose lehet tudni. Igazából. Holdkő. Revelio. Így van. Köszönöm, Krisz. És akkor most hagyjuk ezt a keresést? Majd éjszaka visszatérünk erre? Jó. Engedjük akkor ezt el. Mi az, ami nagyon fontos lenne? Megjelenés. Aloha Mora. Álcafogantyúk. Ó, de ezek a gobszónok nem tudom, hogy hol vannak, de most emiatt segítsünk a csajszinak. Már nagyon régi küldetés, ez meg a ragyat ad. Hát igazából az arany nagyon jól jön. Elég jól jön. Jó, beszéljünk akkor Pippinnel. Az arany az jól jön nagyon. Az arany azért kell, mert kell. Sötét varázslók varázslója vagyok. Nehogy már mindent meg kell magyaráznom. Ja, a spell küldetés. Oké. Rendben van. Hát, legyen Zsuzsetta aztán. De neki kicsikét nyugodtabban lehetünk. Nem, hogy oda lehet tüzet varázsolni. Na mindegy, akkor nem. Jó van. Ja, várjál, hova kell menni? Oda? Hát végülis persze, hova máshova. Ez. Jött ki PC-re egy patch. Most? Gábor, arra gondolsz? A Twitch chat legesleg tetején van egy link a magyarításhoz. Valakit ez érdekel, akkor csekkolja le. És ennyit tudok segíteni a magyarításba. Ez így a legegyszerűbb. Még ide teleportálhattam volna akár. Egészen nyugodtan. Na nézzük. We have everything a young student might need when it comes to potions. És az a helyzet, hogy konkrétan legutóbb itt jártunk, és ezen gondolkodtam, hogy
Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you'd take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioner in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Hát szállítsuk le akkor a pálytalokat. Lehet, hogy egyszerűbb lenne. Hova kell menni? Úrrég! Olyan messze! Akkor viszont oda elteleportálunk, ezzel is egy kicsikét gyorsítunk az utunkon. Hát el kell menni a világ végére lényeg. Not sure how I'd fare in a little place like this. Na menjük akkor. Kis túra nem árthat tojában. Egyébként a seprünket sem ártana fejleszteni majd, de hát annyi mindennel vagyunk így ugye, hogy ennyi minden nem lehet. Sőt, hát a seprűt nem is lehet jelenleg. Jelenleg nem tudom miért nem lehet. Elvileg feladatokat kell csinálni hozzá. És levinni a le kell adni lényegében az észrevételeinket a seprűvel kapcsolatban. Akkor a seprű fejlesztője ad nekünk fejlesztéseket. Revelio. Ja, hogy itt is vannak ládák. Na menj már. Hát ez nagyon jó, gyerekek. Kis Zsuzsetta. Látjátok, ezért érdemes elmenni néha világot látni. Jó, igaz ezek most tárgyak, de ezeket el lehet adni és pénzt lehet belőle csinálni elég jól. Nem? Van egy zár például. De lehet majd teleportálni. Is megvan. Begyűjtjük. És a házon belül vannak ládák. De megpróbálunk mindjárt betörni. Kettes szintű, tehát ezért mondom, hogy kurva élet az a kettes szint, az nagyon-nagyon kéne. Májva cukor. ez mondjuk azért, na, ez nem májva cukor szerintem, hanem nem tudom. Fa levél. Mit kell csinálni? Revelio. Mindig van valami feladat ilyenkor, amit csinálni kell. És most kurvára nem látom, hogy mit kell csinálni. Jó, mindegy, akkor ezt most lehet, hogy kihagyjuk. Ja, hagyjuk ki. Always late that Pippin. Ez a golyó. Ez így. Aha. Aha. Akio. Mindent értek, Akio, gyere. Gyere már. Expelliarmus. Always late that Pippin. Defender. Confringo. Should have been here by now. Ja, megvan. Vagy nincs meg? Hát így is meg lehet szerintem oldani.
De szerintem felemelni kellene valójában. Ú, baszki. Várja. Erre. Most oda húzzuk. Szerintem úgy is meg lehetett volna csinálni, hogy fölemeljük. Ja, hogy ez innen jön? Gyenge ez a varázslat. Hát bazd meg. Akkor lökjük. Ez a depulzó, ez vadállat. Na még egyet! Új, hova mész? Állj meg! Lemegy oda! Vissza fel! Üdös Isten! Hova ment? Seems a pleasant enough little place. Revelio. Ne, most meg itt! Rendben van. Lehet, hogy amúgy ennek van valami egyszerű módja. Olyan, mint hogy egy kisebbet ennek előre varázslattól, nem? Hogy lehet, hogy elfáradtunk? Hát az egy kimerítő dolog ám ennyit varázsolni. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. A kurva életbe. Állj meg ott! Lehet, hogy nem is ez a feladat? Nem ez a feladat, gyerekek. Ez most... Emma! Hát most ez komoly! Várj, és hogyha én megemelem... Hát akkor mindegy. De ezzel valamit biztos, hogy kell csinálni? Nem mondjátok, hogy nem. Jól van, kis barátom. Ott marad. Várjál, anya, mindjárt jövök, csak most ki akarlak fosztani benneteket, ha már itt vagyok. Ezeket a szar kerítéseket, hát hogy ilyen nehéz átmászni. Jaj, de jó. Hát ezek gondoltak rám. Tudták, hogy jövök. Na. Ja, várjál, igazad van! Egy lyukat kell keresni bizony, tehát amit még... Amit még annak idején a tengerparton találtunk. Ez csak éjszaka, ugye? Revelio. Csak éjszaka. Biztos ez? Picsába. Revelio. Hát akkor... Hová? Tovább. Nem tudom, hogy egy, itt egyébként hol lehet. Lyuk. De biztos, hogy a parton. Ha tippelnem kéne, akkor, akkor valahol a parton lesz az a lyuk. Amit be kell tömni vele. Egyébként tényleg. Hát gondolnom kellett volna erre. Ezen már gondolkodtam. Párszor korábban.
Revelio. Vajon mivel lehet betömni ezt a lyukat? Szia, Mikrobi! Madame Luang, I have a delivery from Jacob's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Mi van? Seems simple enough. I'll do it. I should think so. De bizalmatlan. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Hát, ha már itt vagyunk, what are we looking for today? Eladjuk? This will do just fine. Thank you. Ezeket megtartjuk, mert ez elvileg jobban mostaninál. Thank you for stopping in. I appreciate it. Köszi. Nagyon király vagy, köszi. Not sure how I'd fare in a little place like this. I've always said that travel broadens the mind. Ott a lyuk, bazd meg! Ez kell, vagyis ehhez kell az a golyó. Hát jó. Még ilyen sose csináltunk. Baszki, ezek a lagok. Atya úr. Ez másnál is még jelen van? Még mindig? Amúgy. Vagy most már tényleg nálam van valami kurva nagy gáz. Gyertetlen. Ezek engem szerintem hülyének néznek. Oké, köszönöm. Örülök, hogy másnak is rossz. És ez kicsit hülye hangzik. Hát remélem, hogy ez működni fog. De ha ez nem működik, akkor mi? Ugye? Ja, értelek, Dávid. Aha, az nagyon kemény. Az nagyon... Tehát akkor a Day One patch, Day One, a híres Day One, az megint óriásit megy. Jól van. Not so tricky after all, Merlin.
Aha! Értem! Tehát ez a kettő egy és ugyanaz. Tehát van, hogy golyó kell a megoldáshoz. Oké. Rendben van. Rendben van. Jó. Revelio. Júj, de jó. Abandoned long ago, no doubt. Ez meg mi? Valami hasonlja, hogy... Hogy ide még elé... Még majd később kéne jönni. Revelio. Revelio. Most... Akio. And? Revelio. Hogyan tovább? Nem gondolkodom közben, hogy ez a láda nem kell majd valahova? Vajon? Essél-e nyugodtan? Nem probléma! Már megint valami nagyon varázslatos helyre akar bennünket vinni ez a valami. Várjál, mindjárt mehetünk. Csak még itt egy kicsikét. Revelio. Nem tudom, hogy ez mihez kellhet. Ja, ide szerintem, aha, és akkor itt ezen keresztül lehet felmenni, vagy valami ilyesmi? Confringo. Ez mi? Úristen! Ez most mi volt? Revelio. Confringo. Revelio. Megőrülök, bazd meg. Gyerekek, hát konkrétan 20 méteren belül vagyunk, és 10-szer akadt már meg ez a kurva játék. Hát ez hogy? Kíváncsi leszek, hogy mennyi pénzt fog adni most ez a pipin gyerek. Nagyon kíváncsi leszek. Rengeteget kellett itt utaznunk. Mi van akkor, hogyha én félek a hopponálástól? Mi van akkor?
Na mennyi pénzt adsz? I delivered the potions to Fatima Luang. 500-at kérek. Very good. And did she cause you any trouble? 150-t fog adni. Nem volt probléma. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. Ugyan. And thank you again for your help. Öröm volt önnel üzletelni. Hát bazd meg, kérő még egy kis díjat. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay. Nem örül neki. I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Hát... Most ha azt mondjuk, hogy nem érdemli vissza, akkor... Engem az öreg, az kitagad. Ő annyit kell mondani, hogy nem tudtam. Vagy nem érdemli vissza? Hiszen még nem tudom. Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Jó, ott mondtunk. Oké. Pénz? 500! 500 arany! Ez lehallgatott, vagy mi? Hát nem tudtam! Nagyon jó pénz! Óriási! Hát a szobrot azt ott hagytam, de hát az csak éjszaka lehet kinyitni, nem, Krisz? Revelio. Szia, Hajnalka! Kanszos, hogy lehallgatott, igen. Igen. Taxis. Hát a taxisok azok ilyenek. Szia, Kori. Közben besötétedett. Hárma szintű zár. Egyes szintű zár! Aloha Mora! Nocsak! Revelio! Konkrétan egy kis táska van itt. Ennyi? Ez nagyon kemény. Rendben van. Várjál. Remélem mind a kettő ajtó le volt lakatolva valójában. Nagyon remélem. Csomózár, gyerekek. Tele van zárra minden. Jó van. Menjünk innen a francba. Álljál meg! Az a kell, ha nem probléma, elnézésüket kérem. Közben. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Mióta játszunk? Másfél órája. A játék esküszöm olyan, hogy... Ski. Mindegy. Várjál csak. Descendo. Gyűjtsd össze a troll mumusokat. Depúzót egy lebegő ellenségre vetni. Hát ez érdekesen hangzik, nézzük meg. Oké. Okay. Akkor valamilyen barlangba kéne mennünk, ugye?
Hol van itt barlang egyáltalán? Valahol... Ott van. Itt is van egy barlang, ott is egy barlang. Itt vagyunk lényegében. Akkor menjünk mondjuk oda. Az van a legközelebb. Nem jó. Más. Más az ikonja annak, ez nem lesz jó. Akkor ilyet hol találunk? Ő az. Ez fixen jó. Így bizony. Működni fog. Jaj, Ferike. Fürgelábú Ferike. Szia Attila. Hát PC-n van csak magyar verzió, kérlek. Mivel ez egy gépi fordítás. Oda néz! Na, Ferike! Meghaltál! Bazd meg! A büdös picsába! Hát a gyerekek, figyeltek ide, ilyen tizenmenet magasokról leugrottunk már eddig. Nehogy már! Ferike, bazd meg! Tudtam, hogy rá kellett volna ülnünk a seprűre! Tudtam! Ó, Istenem! A gyerekek azért, figyeltek ide, ez nem volt így korrekt. Hosságos ég! Ezt figyeljétek! La? Hoppácska! Filmbe illő jelenet volt, nem? Ez ilyen Jason Statham-ös volt. Ja. Csak hogy nem nagyon szokott így seprűvel röpködni. Itt már banditák vannak, aha. Where did I set my traps? Ja, meg várja, a küldetés az be kéne durrantani gyorsan, hogy lássuk pontosan, mit is kell csinálni. Melyik volt az? Descendo. Hát azt mondja, hogy... Hát valakit lebegtetni kellene. Én akkor bepipálom ide a lebegtetést. Így. Azt mondja, meglebegtetjük egy picikét. Ja, de várj, nem jó! Álljatok meg, fiúk! Álljatok meg! Az a baj, ő megint most nem lebeg, baszk. Így? Mi ez a fehér négyzet itt középen, ami megjelenik olykor? Leviosa! Capulsa! Confringo! Expelliarmus! Protego! Protego!
Revelio. Édes Istenem, gyerekek. Miért én találom meg az összes létező kicseszett bugot ezekbe a kurva játékokba? Várjál már! De hol van itt troll? Nincs itt troll! Tehát innentől kezdve ezt a képességünket törölhetjük. Tehát elég nekünk a depulzó. Ennyi, oké. Az a helyzet, hogy átlettünk verve, mert hogy itt nincsen troll. Há, hol a troll? Menjünk akkor tovább. Hol lehet még vajon? Ez még itt az. Ez egyébként. Miért csak egy bűbájt használok? Hát mert szerény gyerek vagyok, én tudod. Persze, hát nem vágok én. Tehát én a legkeményebb ellenfelek ellen tartogatom. Tehát figyelj, az összes puskaport, hogyha ellövöm, hát akkor a vége számolásán én mit fogok majd mutatni? Nincs igaza? Úristen! Oké. Az a helyzet amúgy, hogy ezek még mindig rohadtul nem trollok, ám skacok. Huhú, hello. Kurvára jól lehet csatázni. Imádom ezt a harcrendszert amúgy, komolyan, nagyon király! Amúgy kéne egy játékrestart szerintem. Az ott így mi középen néha. Ó, Istenem! Hát ezek nagyon nem trollok voltak. Nem baj. Hatáztunk egy jót. Egyébként el lehetne menni valóban a szoborért. Jó, hogy mondod. Menjünk el a szoborért? De mi van akkor, hogyha ezekben a kis házakban van valami még? Azért nézzük csak meg. Nehogy itt nekem valamiről lemaradjunk. Csákány, szeasztok, Márgi, látom, nagyon mennek itt a kisebbségi átkok, Márga, ha jó játékot, szép napot, Misiktaps. Wonder who lives here. Szervusz Péter, köszönöm szépen a szurkolásod. Mennek bizony. Egy elodébb, ugye? Vagy hol volt ez? Úristen, elvesztettem a fonalat. Ott volt fönt. Igen, ott volt fönt. Mind now, demiguys. Revelio!
Kacok, valakinek valami ötlet? Hol lehet, troll lehet, hogy még nem kéne ezt annyira erőltetnünk? Arra gondoltok? Hát lehetséges. Bőven lehetséges. Vagy csak szimplán el kellene menni és feltérképezni a területeket. Hát valahol biztos, hogy van egy barlang, ahol kurva élet, hogy van valami troll. Ne csak. Kincses kamra, az nem jó. Hát nekünk ez a jelzés kell. Nem írja esetleg, hogy... Hát ezt szerintem el kéne engedni egyelőre. Majd menet közben úgyis felfedezzük. Ez a Descendo, ez csak ráér, nem? Egy troll lett a PC-ben. Ki nem tudom. Hol lehet? Húkok által lakott barlang, hát ott biztos, hogy nincsen. Vagy lehet, hogy valahol itt nem, de az a helyzet, hogy ezt már felfedeztük, tehát itt esetleg az északi hordmocsár, ahol lehet valami? De megérném át, csak a kérdés az, hogy most hol lehet? A rengeteg moon. Hát valahol a Roxforton belül. Kutakodjunk? Hát lehet, hogy érdemes lenne egy kicsikét ott körbenézni. Lehet kutakodni is akár. Jó, ezt engedjük el. Engedjük ezt el, basszus. Ne. Nem hiszem, hogy ez egy olyan játék, ahol annyira meg kell szakadni ilyen téren. Tehát majd úgyis el fog vinni jó néhány küldetés a régió bármely minden pontjára is, és amikor felfedezzük őket, akkor felfedezzük, az kész, tehát ne rohanjunk előre. Tehát ez úgysem feltételes emelyik másik küldetésnek, úgyhogy nem kezd annyira erőltetni. Menjünk, nézzük meg, hogy most itt a Roxforton belül akkor hol lehetnek ilyen húnok. Mondjuk menjünk oda. Hogyan lenne, Laci? A szivac? Hát a térkép felét se fedeztük még föl. Laci. Revelio. Tehát azért légy szíves. Egy kicsikét szedd össze magad, mert elég elkeserítő, amit művesz. Igazából... Hoppácska! Hoppá. Jaj te! Na adjad, apukám! Revelio. 65. lejátszott órában vagyok már. Aci, légy szíves. Nagyon fegyelmezetlen vagy. Minek köszönhető? Becsajoztál esetleg? Be kéne menni a nagyterembe. Úgy vagyok vele, hogy ha már ideig eljöttek, akkor... Na nézzük már körbe, itt mi van! Nincs igazam? Hú, de sok minden van. Hú.
A híres nagy terem. Hoppácska. Zár. Aloha Mora. Eljött a mi időnk ismét. Ott egy gömb, gyerekek! Mi a fene? Nagyon jó! Na, hát így haladunk. Sőt, be is pipálom akkor a küldetéseknél azt a múnos küldit. Lássuk legalább folyamatosan, hogy mennyi van még vissza. Mi van? Mi az, hogy még 8? Mi az, hogy még 8, baszki? Ja, csak a leadottakat számolja, inventoryból csekkolja? Ja, jó. Oké, nem probléma. Hát csak azok jó vadászat lesz így akkor. Akkor lényegében már 2 van. Ja, összesen 2. Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! Revelio. Egy feladvány! 9, meg 7 az 16. Tehát akkor 8-at kell leszámolni, tehát a pók jön ide. Figyeltetek? Elsőn összeadtam. Ide pedig kell egy... sárkány. Sárkány lesz. Revelio. Ennyi baszki. Ott már voltam én az előbb, nem? Nem. Ide azért annyira nem érte meg bejönni, de mindegy. Lumos. Revelio. Lumos. Aha, ott van. Gyere, légy szíves! Ezeket az ajtókat hogyan kell összeadni? Hát ő! Látjátok? Gondoltátok volna, hogy a múltkori próbálkozásom óta után én fogok majd tanítani? Gondoltátok volna? Jaj, Dávid, miről maradtál tele? Uram, atyám. Hát biztos, hogy elmondjam? Nem is tudom. Nem is tudom. Itt nagyon érdekel? Muszáj? Igen, megtartanám magamnak. A helyzet az, hogy az ajtón van egy boltív. Mindegyik... tehát a balról jobbra kell nézni, tehát óramutató járásával megegyezően kell nézni. Nullával kezdődik, 9-vel végződik. Minden egyes állatka egy számot takar. Tehát 0-tól 9-ig. És ami van ott az ábrán, az szerint kell kiszámolni ezt. Tehát egyszerű. Tehát hogyha azt látod, hogy van ott egy 3-as, meg van ott egy mondjuk egy bagoly, akkor 3 meg 0 lényegében, mert a bagoly az 0-t ér. Középen pedig mindig ott van, hogy mennyinek kell lennie, tehát mondjuk 10, akkor az azt jelenti, hogy 7-et le kell számolni, meg kell nézni, hogy a 7-es szám alatt melyik állat van. Ennyi. Revelio. Hát ezt kurvára nem gondoltam volna, hogy így el tudom majd magyarázni, de hát... Azt mondja, hogy ide be kéne hatolni.
De behatolunk most, baszki. Ezeket meg kell csinálni, mert meg kell csinálni. De kell egy bagoly. Bagoly. Tehát, tehát most lényegében itt ugye az van, hogy itt a példa. Ez 4. Tehát lényegében olyan állat kell ide. Vagyis 4. Meg kell nézni, hogy ez mennyit ért. Tehát ez a 2-es szám alatt van ez az állat. Az itt látható állat. 2. Tehát 4 meg 2, az 6. Tehát ez azt jelenti, hogy a nullás kell ide. Ami a nullás pedig ez, a bagoly. Hát ez... Ajjaj. Szívesen. Szívesen. Na menjünk tovább. 1 meg 5, az 6. Tehát akkor lényegében az 5-ös kell nekünk, ugye? Mert 6 meg 5, az 11. Engébe kedvér, ugye? Lassan megyek direkt. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát az a kurva rák kell ide. Revelio. Köszönjük, hogy körbejárjuk ezt a kastélyt, addigra tudjátok mi lesz? Százas szintűek leszünk, baszki, elmondom nektek. How nice to see you, my young friend. Ez kell ide. Volt itt valami röppentyű. Ugye ide fog jönni. Ja, itt vannak a filmben például a mozgó lépcsők, csak hát itt nem mozgó lépcsők vannak, mert a fejlesztő bénák voltak. Elmondom, hogy nem tudom. De tényleg itt vannak a mozgó lépcsők. Na, köszi. Köszi, Vajda. Meggondolom. Jó. Köszi a lehetőséget. Mennyi idő volt, hogy erre rájöttem? Laci, viselkedjél most már, tényleg légy szíves, meg komolyan mondom. Hát ez így tarthatatlan. Rebellion. Egy legendás cuccot kaptunk. Amit majd fel kell térképezni egyébként a szükség szobájába. Hát nem tudom, erre kéne menni. Fölfele? Lefele? Ja, hogy ez így működik, baszki. Ezt nem mondod. Menjünk följebb itt esetleg? Lehet, hogy följebb kéne itt menni. De hogyan megyek itt? Itt erre. Revelio. Ja, menjünk erre följebb. Erre még szerintem úgyse voltunk. Hát bizony, hogy nem. Levioso. Revelio. Dobok, Laci. Dobok. Itt vagy, apukám. Ez majdnem 2 perc lett. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Akio! Well, it's one of Zenobia's gobstones. Az meg ez. I hardly see what all the fuss is about. Hát egyszerre akár, hát igen, ez valamikor egyszerre több küldetét csinálunk. Ó, újabb feladvány! Jaj, gyerekek! Nem lehet rajtam kifogni. Hók az mennyi? 8. Tehát akkor 9. Tehát a 4-es kell. 2, 3, 4, kell ide az a fura valami papagáj, vagy nem tudom mi akar az lenni. Ő. Ten 6. Megint a rák. Így. Revelio. Páncélruhák. Óriási. Oké. Okay. Akkor menjünk tovább itt esetleg? Hogy van ott valami? Ó, bizonyám, van. Kezdjünk lent. Valami nagyon lesz, mert nincs FPS. Hoppá, elnézést. Ó, bazd meg, mehetek vissza föl. Gyere ide.
Az öreg anyádat már, gyere ide te! Lumos. Na. Revelio. Átmenjünk biztos, baszki, el fogok tévedni, attól félek. Most jelenleg nem tudom, hogy hova tartok. Gyerekek, erre? Ez lefele visz. Csináljuk azt szerintem, hogy visszamegyünk. Fölmenjünk a toronyba. Toronynak a tetejébe. Nagyjából most fejbe megvan. Igen, ezt a toronyot nézzük végig. Itt mi van? Itt ugye egyből lefele indultunk, de menjünk mi fölfele. Hát az a helyzet, hogy attól félek, hogy ez is el fog vinni, mert 28 másik irányba. Ujj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 
Akio. Good also. Levioso. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Valami nekem asszúja, hogy ide korán jöttem. Hát, hogy bent vannak a fogva tartottak. Most ki legyen. Erőltessük ennek az ajtónak a feltörését. Lajos, született tehetség vagyok. Légy szíves. De született tehetségként jöttünk az iskolába, basszus. Egy zseni vagyok. Pedig egy zseni. Menjünk tovább. Na mire, Laci? Nagyon nagy formában vagy, mondjad, ne tartsd magadba, ne vámít nekem főfújó utca végén. Te tudod mondani a magadét mai nap. Hát ez valami eszméletlen. Íha! Ide nem jövünk akkor, menjünk vissza. Ez nagyon másik terület már. Menjünk vissza, és akkor mondom a következőket. Laci, meg kell próbálni mindent. Hát most figyelj, mit csináljak, baszki? Nézegessem, szemmel nyissam ki az ajtót, vagy mi? Hát próbálkozik az ember ilyenkor egyből, nem? Várjál, mert nappal lett, baszki! Valahogy nem lehet aludni? Istenem! Menjünk még följebb. Valahogy nem lehet aludni? Mi? Komolyan lehet aludni? Óriási. Köszönöm. Azt a büdös életbe. Ja, elején mondták. Ja. Jó, hát akkor még részeg voltam. Baszki. Itt is van valami. Revelio. Hoppácska. A gyík. Na, nagyon fura ez kell, ez nem tudom mi akar lenni. Revelio. Ennyi.
Ó, basszus. Hihetetlen. Confringo! Levioso! Mi? Accio! Na. Na azért. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ott még van fönt a kupola külső részén. Levél. Az komoly. Jó tudni végül is. Menjünk följebb. Vagy... Mi van? Gyerekek, nagyon eljöttünk ám. Ez a Roxford, ez valami... Elképesztő hely. Miért mondta megint ezt a Gobstone-t? Gyerekek! Confringo! Mondom, hát ha le lehet rombolni egy kicsit, de... Revelio! Hát de nem, ez nem úgy működik azért. Hol a bütös frászkarikában vagyunk? Amúgy Supra mehet, igen, nyugodtan. Figyelj, hogyha úgy érzed, akkor nyugodtan. Gyógynövény Tandi! Mirabel Garlic. Hát nem akárki a garlicunk. Azt hiszem ő garlic. Hát a növénytan tanár. Akio. Újabb Gobstone. A többi meg nem tudom, hogy merre lehet. Itt van valami küldetés állítólag? Vagy ez mi akar lenni? Lehet, hogy várni kellene? Lehet, hogy át kéne pörögnünk? Reggelre? Amúgy egyre jobban kezdem azt érezni, hogy ebben a játékban a mellékküldetések igen csak fontosak. Ez az! És ki tudom nyitni? Na, gyerünk! Revelio. Hogy lett ilyen magas ez a torony? Ez hihetetlen, ilyen nincs! Mi van? És még följebb, és följebb? Hát ez full kamu. Ne szórakozzál már! Baszki, de hármas zár, itt kettes. Itt tuti valami bűbájon keresztül mentünk be. Revelio. Bazd meg. Mi van? Ezt tudja, hogy el lehet forgatni. Oda hogy mész föl máshogy? 100%. Levioso. Accio. Compulso. Jaj te. Lumos. Nem tudom, hogy ez hol van. Vagy tudom? Ezen keresztül jöttünk fel, nem? Aha! Hello! Tudti, hogy olyan területen vagyunk, kérem szépen, a Mientészet publikumot, ahol még kurvára nem kéne lennünk. Helyezitek?
Mert ez a rész, hogy ide be se tudok menni. Ja, oké. Igen, itt még nem kéne lennünk. Igen, oké, rendben. Vettem a célzást, oppá! Azt a picsa, hát ez mi? Rebellion. Hát ide kell valami kulcs. Aloha Mora! Gyereke, hogyha Felix ezt így nem tudja kinyitni, akkor itt ide valami kell. Jó van, húzzunk innen a büdös francba. És kacok, nem tudom, most van nálunk... Három gömbünk van eddig. Hát iszonyatosan sokat kéne találnunk. Baszki. Hát ez a Gladwin, ez meg van bolondulva. Rebellion. Túl sokat kér. Ez nem teljesíthető. Nem így van? Ajtó. Ez egy... Az kemény. Újabb legendás. Ott ezen gondolkodtam amúgy, hogy mi van akkor, hogyha itt valahol... most merre? Erre. Jó, oké. Okay. Mi van akkor, hogyha itt valamelyik... Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hal mögött. Ajtó van. Jó, hát mindegy, itt voltunk már. I've always said that travel broadens the mind. Elég jó lenne pedig ezeket felfedezni. Fölfele meg már hiába megyünk. Erősen gondolkodom közben itt az a... ez a lépcső. Jézusom. Igazi, ez se rossz. Erre? Rebellion. De már nem tudom, eltévedtem. Erre. Hát tök mindegy, menjünk el, az kész. Hello! Adjuk le nála a dolgokat. Szia, Joe. Any luck removing some more of those demigod statues? I actually have some moons for you. Mindjárt megkérdezzük tőle, hogy... I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show you how to improve casting out of the Ne, már figyelj, miért kell neked ennyi? Hol találok még többet? Where should I look for more demigod statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. A sokkal okosabbak lettünk. Tehát környező falvak, you are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Tényleg nagyon sokat segítettél. Rebellion.